Cuki úr, kérem, ki kell mennem? Maradsz a helyeden, Müller. Kis dolgot végezni. Nem pofázunk, Müller. De nagyon kell. Azt mondtam, hogy nem pofázunk. Jó Isten. Hogy nem szégyelni magát, Istenem, ez undorító. Miért maga talán nem szokott? Mit csinálják nekem? Krónikus hólyakorutam van, én erről orvos igazolást tudok felmondani. Azt mondtam, hogy pofa be! Na, most szépen folytatjuk, ahol abba hagyunk. Igen, és Cuki gangster úr. Kusolj, Müller. Kár Müller a nevem, ha szabad megjegyeznem, Kár Müller. Nem szabad, és ha mostantól Müller helyet úgy fognak hívni, hogy mű, akkor azt lesz a nevet, hogy mű. De vagyok értve. Már hogy lenne, megint, kérem, én megelégszem azzal is, hogy mű. Sőt, nekem nagyon is tetszik az, hogy mű. Igen, mű, 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 mű. Kibővittem! Nem rögsz-e baromra rakni azzal a bukádot, hogy mindjárt beléd eresztek egy olvot. Ez kihallgatás, nem pedig tehénlegelő. Hallatlan. Miközben a Cuki gangster úr beszélő meg az. Kérem meg, ne tessék egy alap alá venni ővele, én ne határolom magam. Ha mondja maga, képtelen egy percig is hallgatni. Maga beszél. Pont maga, aki egész végig szólok volt, mielőtt ide kerültünk volna, hogy az értelmiségi előtte kell átvenni a vezetéket, hogy ki kell szorítani a primitivizmust. Micsoda? Azt mondta, kérem, hogy primitivizmus, vagyis hát azt értette ez alatt. Nem kell elmondani, hogy mit értett ez alatt, mert én nagyon jól tudom, hogy mit értett ez alatt. Hogy akinek priusza van, azt ki kell szorítani. Kire célozgat művész? Elnézést kérek, itt valami súlyos félreértést történt. Én nem konkrét személyekre céloztam. Én a primitivizmusról, mint erkölcsi értékrendről beszéltem, úgy általában. Ó, hát most már az erkölcsi értékrendemmel van baja. Művészként van erkölcsi értékrendjével? Minden erkölcsi értékrend, kondíció, színek van. Kondíció, színek van, de azt kérdezem tőled művészként, aperitív, hogy van-e erkölcsi értékrendel, vagy nincs? Szeretném még egyszer leszögezni, hogy... Van vagy nincs? Van. Van, kérem. Ott ki egész? Önnek van erkölcsi értékrendje. De hangosabb? Önnek van erkölcsi értékrendje? Na ugye, hogy elismerte. Mindenki hallotta, hogy el lett ismerve. Világszerte mindenütt elismeri. Méltóságos Kán? Hallotta vagy nem? Nem vagyok süket. Tehát? Elismertem. Persze jellemző. Hogy érti? Mi az, hogy jellemző? Jellemző az értelmiségre. Semmi tartás, semmi történelmi tradíció, vagy tökéletlen lépség. Ha ott a stukkel a tarpóján, ön is fújja a kötelező perfumot. Csak hogy én egyedül fújom, ön pedig az előkelő őseivel, a dédmamákkal, meg a dédpapákkal együtt. Ez a különbség. Mit dédpapáztok itt? A méltóságos kifogásolja a kis úr állásfoglalását, hát is a dédapáira hivatkozik. Miféle dédapá? Kérem, hogyha megengedni, ez egy magántermészetű vitán, ez a... Mi maga? Hogy hívják magát? Kis méltóságos uram, kis. Mégis mit képzeltek? Mit fecseréztek? Nem egy karácsony ünnepségen vagytok a gyűjtőfokházban! Hanem a Cuki gangster úr kihallgatásban! Töldegyen! Szóval! Ki állítja, hogy van dédapja? Kicsi mondta! Mondtam, kvázi szimbolikusan. Van vagy mi? Feltehetően volt. Feltehetően volt neki. Biológiai megfontolások... Szóval volt? Nem volt! De hogy volt? Kiállítja meg, hogy volt dédapja.